Tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr! Azt gondolom, hogy ebben a testületben abban nincs vita, hogy a környezetvédelem az fontos. Erről már nagyon sokszor beszéltünk. És azt gondolom, hogy minden hazáját, települését szerető ember számára ez egy fontos kérdés. Pont ezért azt gondolom, hogy az probléma, hogy ezt a stratégiailag fontos anyagot, ezt mindösszesen tegnap délután kaptuk meg, és azt gondolom, hogy egy rendkívül rövid idő ahhoz, hogy az ember felelős döntést hozzon, hiszen ahogy itt is elhangzott, Miskolc város jövőjét ez az anyag ez jelentősen befolyásolhatja. Több száz oldalas anyagról beszélünk, és azt gondolom, hogy kicsit későn érkezett meg. De ha már az anyagról is pár szót azért hagy mondjak, ugye itt a különböző széndioxid kibocsátású gázoknak a csökkentéséről beszélnek, ugye arról, hogy Miskolc majd 80%-kal kell csökkenteni, illetve a megmaradó 20%-ot pedig a zöld felületek növelése fogja majd semlegesíteni. Csak jelzem, hogy az előző közgyűlésen zöld felületeket, többek között erdőt adtunk el. A Fehérakász lakópark előtt egy zöld futballpálya helyére épült egy betontömb, garázsok készültek. Tehát azt gondolom, hogy ez komoly probléma. Komoly probléma az, amit egyébként hát azt gondolom, hogy lassan egy évtizede mondok, az előző városvezetésnek és az újnak is, hogy nagyon nagy gond az, hogy a zöld felületekbe Miskolcon ki lehet költözni. Ez a város egykor 210 ezeres volt, elfért a medrébe. Ma 150 ezeres sincs, mégis a zöld területeken folyamatosan jönnek létre különböző típusú ingatlanok. Az egyik az, amelyik mindent lebetonoz, mindent leaszfaltoz és letérkövez a zöldben, a másik pedig az, amelyiknek a szennyezőanyag kibocsátása borzasztó nagy, mert nem hogy vegyes tüzelés, hanem éget mindent. A műanyagtól kezdve, a ruhán keresztül, az összes többit. Tehát azt gondolom, hogy ezek bizony nagyon komoly problémák, amikre egyébként megvannak a jogszabályok, nem beszélek mondjuk a szennyvíz elvezetésről, vagy az elfolyó szennyvízről inkább helyesebben, csak éppen a magyar állam és a hatóságok képtelenek betartatni ezeket a jogszabályokat. De képtelenek betartatni például a Gödi akkumulátorgyárral is, amelyik ugye 88 tonna magzatkárosító anyagot bocsájt ki. Tehát miközben vannak jogszabályaink, a nagy cégek ugye ezeket áthágják. De ha már itt tartunk, az is nagy kérdés lesz, hogy ki fogja ezt megfizetni. Itt azért láttunk számokat. 42%-a ennek a dekarbonizációs folyamatnak a lakosságra fog hárulni. És ugye ez nyilván ott is látszik, ahol ugye két szektort emelnek ki. Egyik az épületszektor, a másik pedig a közlekedés. Az iparral tulajdonképpen a stratégia nem is nagyon foglalkozik. Az épületszektorok esetében azért belegondoltak abba, hogy mekkora pénzeket fognak felemészteni a lakosság számára, amikor mondjuk ezeket az épületeket korszerűsíteni kell. Csak a nyílászáró korszerűsítés egy családi ház esetében, és ki szeretném kérni a második időmet, csak a nyílászáró korszerűsítés hatalmas összeget emészt fel. Ha valakinek napkollektort kell felrakni, le kell cserélni a tetőt. Szintén hatalmas összegeket emészt fel. És ugye a vegyes tüzelés és a gáztüzelésnek a kivezetése is szóba kerül. Úgy egyébként, hogy közben Orbán Viktor miniszterelnök úr 2023-ban a Magyar Gazdaság és Iparkamara évanyitóján azt mondta, hogy 3 gázüzemű erőművet fognak azért csatasorba állítani, hogy egyébként például az olyan üzemek, mint a akkumulátorgyár Debrecenben megfelelő energiaellátásba biztosítson. Tehát miközben mi a lakosságon megszorítani fogunk, a lakosságnak a saját házait kell majd modernizálni, addig az állami támogatást meg fogják kapni azok a nagy cégek, akik a haszon nagy részét kiviszik, és ma már jó részt egyre inkább külföldi munkaerőt alkalmaznak. Tehát azt gondolom, hogy ezeken nagyon el kell gondolkodnunk a jövőben. Közösségi közlekedésnek a használata a prioritás. Tehát az előző közgyűlésen arról beszéltünk, hogy Miskolcon romokban a közösségi közlekedés. Erre fogjuk áttenni az embereket. 15 perces város, hát csak néztem, így elképzeltem, hogy percesen lesz Lidl. Esetleg Jukóvölgybe, Aldi. Tehát ez most, ha gyakorlatilag belegondolok, én ezeket a 15 perces városrészeket nem nagyon tudom elképzelni, jelenleg Perecesről óránként jár a busz. Ez nagyon messze van a 15 perctől. Tehát én értem a terveket, csak hát azt látom, hogy ettől borzasztóan messze vagyunk, és még egyszer mondom, a kérdés az, hogy ezt ki fogja majd finanszírozni, és itt erre azért kaphattunk választ, 42%, közel 50%-át a lakosság. Arra a lakosságra fogjuk hárítani, amelyben gyakorlatilag ugye látható,
hogy azért nem biztos, hogy ezt a terhet el fogja tudni viselni. A tavalyi évben 4,2 millió személyi autó volt Magyarországon, ennek az átlag életkora 16 év. Nem azért nem vesznek a magyarok újabb autót, mert nem akarnak, hanem azért, mert nincs pénzük. Hova fogjuk ezt még lejjebb szorítani? Köszönöm szépen!